Hídkorlát, burkoló lemez és acél tartozék már nem csak színeket lopnak a MÁV-tól. Az elmúlt hónapokban megnőtt a közlekedés biztonságát is veszélyeztető bűncselekmények száma. A vasútőrök a teljes hazai hálózatnak 1%-át tudják folyamatosan felügyelni. A Téti Marcali Gábor 15 éve foglalkozik színes filmkereskedelemmel. De ezt nem tudják megállítani semmiféleképpen, sőt, egyre több lesz belőle szerintem, és mindent el fognak lopni az élet a világon, mert rá vannak kényszerülve. A gazdasági válság a színesfémpiacot is elérte, a vas ára fél év alatt ötödére esett. A hivatásos tolvajoknak többet vagy értékesebb holmit kell lopniuk ahhoz, hogy pénzüknél maradjanak. Ki van határban, biztonságban, nem áll mellette, senki nem áll mellette, tehát összemetélik és elviszik, és aki átveszi, leadják nála. Az is vas végül, és nem is rossz minőségű anyag egyébként. Most is innek az öntödék, örülnek, mert ez egy nagyon minőségű acél. A határ két oldalán közösen razziáznak szlovák és magyar rendőrök, általában a megszüntetett mellékvonalak mentén. Így is előfordult, hogy a tolvajok az áram alatt lévő vasúti felső vezeték 60-70 kg-os bronz öntvényeit is ellopták. Ezeket a szárnyvonalakat, amelyeket kivontak ideiglenesen, hogy végülessen a forgalomból, a járő útiránytervekbe bevettük, fokozott közúti ellenőrzéseket hajtunk végre, hiszen ezekre a területekről utánfutókkal vagy kisebb furkonokkal próbálják elszállítani az eltulajdonított eszközöket. Ezeknek az ellenőrzéseknek a hatékonyságát én úgy gondolom, hogy növeltük. Kevés a rendőr és kevés a vasútőr is. Így néz ki például az elhagyott Szanyi vasútállomás épülete. Ami nincs bebetonozva, azt már ellopták. Azokon az eddigi szokványos anyagokon kívül, amik végvezették, biztosító berendezési vezeték, olyan pálya építési anyagokat is loptak el a tavalyi évben, ami hát újdonságot jelentett a mi számunkra is. Nem akarnék reklámot csinálni, meg kell ez benne, a lényegem benne, tehát hídkorlátokat, hidaknak a burkoló lemezeit, acél lemezeit szüntették el legtöbb esetben ismeretlen személyek. A MÁV-nál attól tartanak, a vasúti lopások a jövőben még erőszakosabb formát ölthetnek, súlyosan veszélyeztetve a közlekedés biztonságát.